Méretetlen szeretettel köszöntelek titeket, az én nevem Gál Attila Csaba, és a Gálorfi nevű YouTube csatornát nézitek. Minden, ami íjászat. Néhány évvel ezelőtt egy YouTube videót néztem, ahol a Jekyll Archer-ő Asszíriát mutatta be Armin Hirmer, és akkor felkeltette az érdeklődésemet ez a gyönyörű formavilág, amit személyesen a legszebb íjformának tartok. Mert annyira mesébe illő, hogy emlékeztet Legolas íjára a Gyűrűk urából, amely film a kedvenc fantáziafilmem is, így megérthető az elfogultságom kicsit. Mikor láttam az íjat felajzva, tudtam, hogy egy ilyen íjat szeretnék, ha íjászatra adnám a fejemet. És íme a kezemben van ez a csodálatos íj, amelyre annyira vágytam, hogy kipróbálhassam. És mellesleg, ha jól tudom, ez az íj egy igazi legenda, amelyet a Jekyll Archer-ével kötnek össze az emberek. Újabb találkozás során kaphattam kézbe ezt az íjat Farkasmánditól, és újra sokat tanulhattam a mestertől, jó kis beszélgetés volt. Ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a gyönyörű íjat nektek. Ahogy már megszokhattuk, a Jekyll íjak minősége kiváló, és az összeillesztések nagyon szépek. És ezt így kell csinálni, ha prémium kategóriájú íjakat készítünk. A szarvak kecsesek, eleganciát, finom modort tükröznek. Ahhoz képest, hogy egy harci íjról beszélünk, nézzétek mennyire pici és szinte törékenynek gondolná az ember, de mégis nagyon strapabíró, nagyon ügyesen sikerült a precíz munkának köszönhetően elkészíteni ezt a csodás asszíriát. Minden apró részletre figyeltek a fiúk, és érződik rajta az igényesség és a törődés. És látszik, hogy a legjobb minőségű anyagokat használták itt is, mint minden általuk készített íjnál. Minden részletre nagyon figyeltek az anyag használatkor. Az ideg anyaga és elkészítése is minőségi. Nem utolsó sorban a fa felület kezelése is pont olyan, ahogy én szeretem. De ez személyes preferencia. Így hát, ahogy látni lehet, a végeredmény magáért beszél. De akkor lássuk is, milyen súly kategóriában vethető harcba az íjunk. Asztal. Ennek az íjnak a súlya 340 g. Ennek az íjnak a súlya 340 g, ami nagyon kevés. Szóval írtó könnyű egy íj. Az ígéreteknek megfelelően. Nagyon jól terhelhető és nagy húzáshoz tartományú íj, amely 32 hüvelykig is húzható. És a formája gyönyörű. Jelenleg a kezemben lévő asszír íj 28 hüvelyken, 44 font erősségű. De lássuk is, mennyi a növekedés 30 hüvelyken. 30 hüvelyken 50 fontra erősödik fel az íjunk. Az ideg hossza 129 cm. A markolat kialakítása kényelmes, kicsit előre nyúló, spahi stílusú, egy mindenesély kialakítása van, amelyet nyugodtan lehet sport-lovasiászatban is használni. Ahogy már megszokhattátok, ki lesz próbálva több formában is az íj, gyűrűs és háromújas technikával is, sőt, lovas íjász technikát is kipróbálok, amely nem az erősségem, de kíváncsi vagyok, hogy szerepel és milyen érzés lesz vele lőni. Na de akkor kezdjük a legelején a felajzással és utána lőjünk. Számomra nem megterhelő ezt a 44 font erejű íjat felajzani, de azért oda kell figyelni, mert figyelemre méltó az előfeszítettsége az íjnak. Nagyon szép ennek az íjnak a formája, ez nem is kérdés. Nagyon jó és biztos fogást nyújt a markolat, akkor lássuk, milyen érzés vele lönni, és a végén levonom a következtetéseket is. Mielőtt folytatnám a videót, szíves figyelmetekbe ajánlom a feliratkozást, mert csak így sikerül minél több emberhez eljutatni az íjászatról szóló videókat, és ha tetszik, ha nem, a like gombra azért kattintsatok rá. A videó megosztása nagyon nagy mértékben segíti ennek a csatornának a növekedését, és így több emberhez juthatnak el többek között íjászattal kapcsolatos információk. Köszönöm szépen!
És van egy áldozat is. Nem hiába egy legendás éj az asszír. Jekyll asszír, sebességteszt. 240. 256. 30 klasszikus 30 métert is. Találat. 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 Lőjünk még. Találat volt, csak valamiről lepattan. Érdekes. Találat. 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 Megy a 30 méter a Jekyll-lel. Megy probléma nélkül a 30 méter is. Jekyll 60 méter. Alakul. Pont a közepébe. Pont előtte. Úgy tűnik talált. Nem segít sokat ez az oldalszél. Pont jobb oldalról fúj. Találat. Találat. Jobbos. Lényeg, hogy volt találat. Toljunk el néhány bambuszveszőt a Jekyll-lel. 44 font 28 hüvelyken. Megjegyzem, elég kemény szembeszél van. Lássuk, mit lőttünk. Nem indulunk el. Nullázzuk le. Aztán... Nulla, induljunk, valahova arra megyünk. Ne féljetek, nem a teheneket lőttem. Így ne. Akkor induljunk. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit sikerült lőni. Ezek közül a bambuszveszők közül a papírtollasakon egy kicsit javítottam. Javított egy barátom, úgyhogy ki voltak cserélve a tollak. És szerintem most sokkal hatékonyabb lesz maga, mint távolság. Nagyobb kéne azért legyen. Itt vagyunk. 65 méter. Itt vannak elszáradt ilyen gazak. Már azt hittem, hogy ilyen közel fogytantak le. Itt csak 177 méternél vagyunk. Megváltoztattam a lövés irányát, mert pont ott voltak a tehenek, abban az irányban, ahol én szoktam lőni. Úgyhogy egy kicsit átlós volt a
lövés és egy kis átlós szelet is kaptam. Na, itt vannak az első vesszők. Ezek a klasszikus tollazat. Ennyinél vagyunk? 232-nél. 1, 2, 3, 4 vessző már itt van. Kíváncsi vagyok, látok többet. Egyelőre ő van a legtávolabb, mennyire vagyunk, 243. Azért ez már nem rossz. Nem rossz. 44 fontos ítól. 9 vesszőt lőttem ki, amiből 4 volt papírtollazással. És 5, amelyik a régi eredeti tollazással volt. 243 méter lett végül is a legjobb a bambuszvesszőkkel a lövés. Megkaptam a többi vesszőt is, egy kicsit el voltak szórva, és itt ezek között, a száraz gazak között egy picit nehezebben kaptam meg, de végül is ez nem rossz eredmény bambuszvesszőktől. Az az igazság, hogy nem voltam túlságosan, vagy nem vagyok túlságosan elégedett a lőtt eredménnyel, úgyhogy feszegessük egy kicsit a határokat, lőjünk még egy sorozatot. Na, ez jól elszállt. Gyönyörű. Akkor nézzük meg, mit lőttünk. Második sorozat. Induljunk. A legtávolabbi vesző érdekel, nem is foglalkozom nagyon a többivel. Azért mégis vannak veszők, amire vannak veszők, amelyekre kíváncsi vagyok, hogy meddig szálltak. 44 font, 28 hüvelyes húzás hosszon, 69-nél vagyunk, 70 méternél. Szép idő van, jó idő van. Reméljük sikerült valami jót lőni, jobbat, mint az előzőnél legalábbis. 172-nél vagyunk, egyelőre. Itt a közelben nem látok vesszőt, de már látok vesszőket. Meghaladtuk a 200-at. Toljuk tovább a tolómérőt. Rendben is vagyunk, itt van az első vesszőnk, lássunk hova szállt le az első bambusz vessző. Az 234. Mindjárt jobban is néz ki az egész. És előttünk még vannak vesszők. Balra is látok vesszőt. Hoppa. És itt mennyinél is vagyunk, a következő vesszőnél nagyjából 251, ez nem rossz. A következő vessző 252. Na, van érdekes vesszőnk itten. Itt látunk itt egy dongásított Henrik vesszőt. Verik, úgy tűnik vele is jobbat lehet lőni. 268 méter. Na, itt erről már beszélünk. Lássuk csak a meglepetés vesszőm, mennyit szállt el. Itt van, 276 méter, nézzünk körül, még kellene legyenek vesszők. Oké. Belőletek még kéne legyen valahol vessző, de leteszem itten a tólomérőt, 276-nál. Egy kicsit arrébb sétálok, lássam, ha még van valahol vessző. Úgy tűnik, hogy nincsen. Másik felén ugyanúgy látok vesszőt.
Né, itt van, gyerekek. Itt van a vessző. Még egy vessző van itt. Úgyhogy tolómérőt kell hoznom ide. Tudja, hogy aki látja a videót és felismeri a vesszőjét, tudja, hogy kinek a vesszője. Szuper, szuper. És más vesszőt, hát gyere, menjünk a tolómérőig. Szerintem itten már jól állunk. ...44 fontos asszírral, ami nem egy távlövői, hanem céllövői. Ott van a sok vesző. Nagyjából egy ilyen 20 méteres szélességbe sikerült, anélkül, hogy zászlót tegyek ki bármit. Itt vannak, még megyer vesző is van, itt van egy vesző. Induljunk a következőhöz, amelyik távolabbra esett. Még kéne legyen egy vesző valahol, amit nem látok. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora lett a távolság, és szerintem ti is. Álljunk meg a vessző mellett, és 298 méter. Gyerekek, ez nagyon komoly, ez jó. 298 méter, 44 fontos asszírral, és gyerekek, még láttok egy vesszőt. Na-na. Erről van szó, szóval a 300-at átugortuk startból. Itt vagyunk. És körülbelül a másik vesszőre rá van verve, hát egy olyan 10 méter szerintem rávert. 1-2-3 volt belőlük, na lássuk mennyit lőttünk vele. Rendben. Tolómérőt toljuk, átugortuk a 300-at, 4-et, 5-öt. Lássuk csak, milyen ki belőle. Emeljen fel itt ezt a lábat. Bénázott, itt 308-nál vagyunk. Próbálom kikerülni a buckákat, nem mondjátok azt, hogy avval is méterek vannak nyerve. Úgyhogy nagyjából itt vagyunk vonalba. 317 méter. Eltelt elég sok idő, amióta ezt az íjat használom, és kimerem mondani, hogy egy igencsak pontos, nagyon kiegyensúlyozott íj, amely jól szerepel mindenhol. A Kassai Lajos típusú lovas híjász technika is működik, a több vesszőtartása a markolat mellett nem volt egyáltalán zavaró, és habár nem ez a stílus lesz a kedvencem, de a célnak teljesen megfelel. A markolat masszívabb, mint a Sahininál, és ezért nem fér el annyi vessző a kézben, de működik, és ez a lényeg. Hogy a lovas íjászok mit mondanak erről, azt nem tudom, mert én nem vagyok lovas íjász, de valamikor ezen a téren is szeretném fejleszteni a tudásomat. Köszönöm szépen ezt a gyűrűt Nándinak, amely használata is természetesnek tűnik evel az íjjal. Semmi nehézséget nem tapasztaltam vele, de itt szükség lesz még némi gyakorlásra. A Jackal asszír íj az elvárásaimnál sokkal jobban szerepelt minden kategóriában, jó volt evel az íjjal lőni. A lövésérzés nagyon jó, főleg ha céllövésről beszélünk, ahol határozottan, de mégis rugásmentesen távoznak a vesszők, és kis odafigyeléssel könnyedén célba lehet találni. Az ösztönös lövés is jól működik, sőt az elvártnál is jobb vele lőni, nem is tudom hogyan írjam le, de olyan, mintha egy a múltból már jól ismert társal találkoztam volna, még akkor is, ha újdonság ez a modell a számomra. Kicsit elfogult vagyok, persze, hogy szeretem ezt a modellt, de a hírnévnek megfelelően, sőt, számomra sokkal jobban is szerepelt. Távlövés is volt vele, de ez egy céllövő íj, ahogy azt már mondtam, viszont a távlövés az az én fétisem, és ha úgy érzem egy íjról, hogy valamit tud, akkor itt is kipróbálom. Összességében egy kiegyensúlyozott, stabil biztonságot adó markolata van, amely picit nagyobb az első fogásra, mint amihez hozzászoktam, de mondhatnám úgy is, hogy pont jó kategória.
Meglepően kényelmes lönni vele, nincs fáradás érzés a tartókarban, hosszabb gyakorlás után sem, és rezgést, trugást sem tapasztaltam. Számomra a céllövés terén zseniális volt a lövésérzés, evel az íjjal, talán csak a Monus Árpádi tetszett ennyire, maga mint élmény. Az íj kialakítása nagyon igényes, a Jackel íjak által nyújtott premium kategória nekem legalábbis nagyon tetszik. Mind az anyaghasználat, mind a felületkezelés. A sötét színnel nagyon jól megy a piros ideg. Ez egy alap íj, amit testre lehet szabni a kívánságok szerint, extrákkal maga mint díszítés, de talán a letisztultsága fogott meg a legjobban ennek az íjnak. Egy modern sportíj, amely tradicionális formavilágot ötvöz modern, felső kategóriás anyaghasználattal, amely a dinamikát, stabilitást garantálja, és nem utolsó sorban ezt a pihe könnyűséget adja számunkra, amely egy fontos tényező a tradicionális sportíjászatban. Ez nem egy történelmi replika, és ennek megfelelően is kell kezelni. Ez egy célszerszám, amely nagyon jól végzi a dolgát egy kezdő vagy tapasztalt íjász kezében is. Egy utolsó tanács kezdő és nem csak kezdő íjászok számára, amelyet egy barátomtól kaptam, és nagyon nagy az igazság benne. A legtöbb helyzetben nem az az íj lesz jó neked, amelyik tetszik, és pont ezért a funkcionalitás szerint kell próbálgatni, keresni azt az íjat, amely a legjobban szerepel abban a kategóriában, ami számodra a legkedvesebb. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről az íjról. Egy nagyon jó minőségű íj, amelyért gratulálok Farkas Nándinak, és sok ilyen jó minőségű íj elkészítését kívánom továbbra is. Jó egészséget és kitartást kívánok barátomnak. Persze gyakorlást teszi az embert. Egy megbízható íjat mutattam be nektek, amely formavilága és letisztultsága nagyon kellemes a szemnek, és a használhatósága is meggyőzött. Ha tetszett a videó, akkor jöhet a feliratkozás, a like és a megosztás. Nagyban segíti az algoritmus jobb működését, úgyhogy hajrá! A komment szekcióban várom az észrevételeket. Köszönöm szépen a megtekintést, viszontlátásra! Sziasztok!